Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy most is ilyen nagy számban eljöttek. Először engedjék meg, hogy felhívjam az Önök figyelmét a holnapi Petőfi programra. Egy nagyon érdekes beszélgetés lesz. Gelencsér Gábor, vagy nem, Bánzontál András író, Keresztes József író, költő, kritikus és Mink András részvételével itt a CEU Egyetemen. Ezt is sok szeretettel ajánlom Önöknek. Mai témánk Magyarország hadbalépései többes számban egy elég fájdalmas történetet fog felemelíteni, azt a folyamatot, ahogy Magyarország belekerült a második világháborúba, és igyekeztem úgy összeszedni az ezzel kapcsolatos eseménytörténetet, hogy a mozgástereket, az alternatív lehetőségeket is fel tudjam villantani önöknek. A legelső kérdés, hogyha hadbalépésről beszélünk, mi a háború tétje, mit akar elérni ezzel a magyar politika? Abból, arról egy teljes konszenzus uralkodott természetesen, hogy a Versailles béke műnek, mint olyannak, annak pusztulnia kell. Ez nem volt kérdéses egyetlen egy magyar politikus előtt se, beleértve egyébként a kommunistákat is, sőt, ellenben az, hogy Versailles bukása után milyen békerendszer lenne a kívánatos? Nos, erről egyáltalán nem voltak -e egyértelműek az elképzelések. Pontosabban 1920-tól viszonylag sokáig a magyar külpo külpolitika abból indult ki, amit egyébként a Trianon előadás során is többször említettem, hogy egy új békemű, az mindenképpen viszont biztosításos alapon kell, hogy nyugodjék. Magyarán az első világháború győzteseinek és veszteseinek kölcsönösen kell képesnek lenni arra, hogy garantálni tudják azt, ami ennek a tartalma. Erről is viszonylag sokáig elég nagy konszenzus uralkodott a magyar politikai életben, azonban Gömbös Gyulával megjelentek azok a politikusok, akiknek a szabad vegyértékei a szélső jobb irányba, hát fogalmazzunk úgy, nem voltak zártak, illetve akik számára egy, egy olyan békemű, ami nem egy kollektív biztonság alapon történő békemű, hanem német fennhatóság alatt megvalósuló dolog, ez nem volt annyira elriasztó. Magyarán egy Pax Germanica esetében ezek a, az urak nem féltek attól, hogy ez Magyarország számára életveszélyes. Ezzel szemben viszont a magyar politikai elitben voltak nem is kevesen olyanok, akik ezt kezdettől fogva életveszélyesnek tartották, igaz, hogy különböző okokból. Horti Miklós és hát a fajvédelem gondolatához közel álló eszmetársai alapvetően azért féltek a Pax Germanicától, mert hogy egyébként is tartottak attól, hogy Németország úgymond fai okokból olyan kisugázással lesz a magyar térségre, ami, ami mindenképpen nem kívánatos, valamint féltek adott esetben a magyarországi németség mobilizálásától is. Mások pedig, Gróf Betlen István, illetve mindenki, aki a polgári nézeteket képviselte, alapvetően a nácizmusnak a totalitárius részétől is tartottak, illetve az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy maga Horti Miklós is azért részrevételezte ezt. Ebből a szempontból nem véletlen a nyilasokat és a kommunistákat is egy kalap alá tudta többször venni. Az se volt számára szimpatikus, hogy Németországban nem csak nemzeti, hanem a szocialista uralom is van a szó legszorosabb értelmében. Így a Pax Germanica ilyen szempontból is sokak számára hát egy, azért egy veszélyes dolognak tűnt. Ezzel szemben viszont azok, akik a magyar katonasság szempontjából igazán releváns személyek voltak egészen 1941-ig, így Vert Henrik vezérzedes, vagy pedig Bartakálai Károly honvédelmi miniszter. Az ő horizontjukon szemmel láthatóan, igyekeztem utána nézni, de semmiféle nyomát nem találtam, hogy bármiféle aggodalom megjelent volna annak kapcsán, hogy egy teljes, totális német győzelem, az esetleg mit jelenthet egy háborús szituációban. Erre a, erre az aspektusra körülbelül annyira voltak vakok, mint az egyszeri Bizonyos magyar állampolgárak itt, hogyha egy bizonyos párt rendezőnyén megszólítanak és megkérdezik, hogy a putyini Oroszország demokrácia viszonya milyen, akkor azt mondja, hogy hát ezzel az égvilágon semmi probléma nincs. A hadbalépések szempontjából kérdés, hogy hogyan definiáljuk a hadbalépést úgy, hogy valaki nyíltan egy hadat megüzen, vagy pedig úgy, hogy katonailag akcióba lendül, és fegyveres erővel fellép egy másik ország fegyveres erejével szemben, és ha ezt nézzük, akkor az második világháború kitörése előtt már van egy nulladik hadba lépés, erről is említést tettem már a Trianon előadásban, amikor ugyanis a 39. márciusában kárpát -alján a magyar csapatok, kihasználva azt, hogy Németország jelzést ad arról, hogy van 24 óra, ami alatt ezt a kérdést el lehet intézni, megtámadják az éppen frissen megalakuló Szlovákiát, és gyakorlatilag elfoglalják Kárpátalját, illetve miután elfoglalják Kárpátalját, utána ez a kis háború még egy picit tovább folyik, ugyanis a kárpátaljai nyugati határszakasz az nem lett pontosan definiálva, és ezen aztán még hát ott történt egy más alapvetően a magyar légierő, egyébként meglepően sikeresen Küzdött tele a, a, a szlovák repülőgépeket. De a lényeg az, hogy itt volt egyszer már egy háborús szituáció, amit a magyar politika különösebb aggodalmak nélkül felvállalt, és ezt akkor meg is tehette, ugyanis némi a viszontbiztosítási szempontból Anglia számára még mindig jobbnak tűnt egy magyarok által birtokolt Kárpátalja, mint egy szlovákok által, ugyanis Szlovákia kinyilvánítottan a harmadik birodalom szatellitállama volt, ezzel szemben Magyarország ekkor még sok gesztust tudott tenni, sőt, még a későbbiekben is sok olyan gesztust tudott tenni, ami azt mutatta, hogy távolságot tart a náci Németország politikájával kapcsolatosan. Elég, ha csak arra utalok, hogy 1939-ben a magyar honvédség nem vagy nem vett részt a Lengyelország megtámadásában, hanem Magyarország attól is elzárkózott, hogy a vasútvonalait rendelkezésére bocsássa a német félnek arra, hogy csapatokat szállítson, sőt, teljes mértékben befogadott minden lengyel menekültet, ezeket hagyta tovább utazni, illetve később tovább szökni, és mivel ezek a lengyel menekültek alapvetően már a katonai személyek nem a német, hanem a német ellenes tömb hadseregét erősítették, ilyen szempontból, Magyarország egy nagyon jó indulatú semlegességet tanúsított, és ezt az angol-francia fél ebben az időben értékelte is. Van egy másik szituáció, a majdnem hadva lépés 1940. augusztusában, aminek van egy nagyon fontos politikai előzménye, és az az előzmény, ez a Hitler-Stalin paktummal függ össze, nevezetesen azzal, hogy a békeszerető Szovjetunió 1940. június végén Romániának egy 24 órás ultimátumot adott, hogy már pedig amennyiben nem ürítik ki 24 óra alatt illetve Bukovina területeit, akkor kénytelnek lesznek ezt a kérdést hát más módon megoldani. Ez az ultimátum elképesztően brutális volt, és a román fél azt is tudta, hogy itt amennyiben nem engedelmeskedik, akkor katonai csapás lesz a következő lépés. Hozzá kell tennem, hogy a szovjet fél, akiről a magyar, illetve a nemzetközi historiográfia jelentős része is sokáig azt terjesztette, hogy igazából azért kötötte Stálin a Hitlerrel ezt a bizonyos paktumot, mert hogy biztonságpolitikai céljai voltak, és szeretett volna időt nyerni a felkészülésre, mert hogy nagyon gyenge volt a hadserege. Ehhez képest ez a románoknak adott ultimátum pont ennek az ellenkezőjét mutatja, egy nagyon is magabiztos Szovjetuniót mutat, amelyik éppenséggel mindent megtesz annak érdekében, hogy a zavarosba halászni tudjon. A lényeg az, hogy Románia arra kényszerült, hogy a szovjet ultimátumnak eleget tegyen, ez a román belpolitikában egy teljes katasztrófát okozott, kormányválságot is, és azzal is járt, hogy az ultimátum elfogadásának napján természetesen a magyar és a bolgár kormány jelezte, hogy elviselhetetlennek tartja azt, hogyha a román fél azt képzeli, hogy más módon kezelheti a magyar, illetve a bolgár területi követeléseket, mint a szovjetekét. Ebből adódott aztán az a hosszas diplomáciai húzavona, amit Németország, Olaszország és Magyarország háromszögben először arról folytattak, hogy a német fél megpróbálta Magyarországot lebeszélni egyrészt arról, hogy katonai akciót indítson, illetve közölte azt, hogy amennyiben ennek a katonai akciónak az a következménye, hogy a szovjet csapatok Magyarországgal szemben is, pontosan a szovjet kormány Magyarországgal szemben is követeléseket támaszt, akkor azokat el ki kell elégíteni. Tehát például Kárpátalja is így felmerült ekkor ezekben az elméleti beszélgetésben. Aminek egyébként még semmi alapja sem volt. Tehát Molotov, illetve a szovjet kormány ekkor még nem jelezte semmilyen módon azt, hogy további területi igényei is lennének. Később ez megtörténik, de csak 1940. novemberében. A lényeg az, hogy miután a magyar felett nem lehetett lebeszélni arról, hogy akcióba lendüljön, Teleki Pál miniszterelnök végül elszánta magát arra, hogy kiprovokálja azt, hogy mégiscsak egy nemzetközi döntőbírósággal érvényt tudjon szerezni elképzeléseinek, és ezzel erre 19 lapot húzva igazából bejelentette a német félnek, hogy már pedig a magyar hadsereg meg fog indulni 1940. augusztus végén. Ez a hadsereg fel is volt vonulva a határra, és hát ezer szerencse, hogy erre az akcióra nem került sor, bár nem tudhatjuk, nagyon nehéz modellezni ebben az esetben a mi lett volna, ha kérdését, ugyanis a magyar hadseregnek a létszám viszonyai alapján semmi esélye nem lett volna a győzelemre, sőt a fegyverzete alapján sem föltétlenül, mert ugye a román hadsereg legalább annyira korszerű fegyverzette rendelkezett, és létszámilag pedig messze felülmúlta a magyart. Igaz, nagyon nehéz kalkulálni azzal a szemponttal, hogy a román hadsereg is a az elmúlt politikai megrázkodtatások miatt azért rendkívül rossz morális állapotban volt. De amennyire, hogy is mondjam, magas hőfokon lobogott a magyar katonákban a nemzeti érzés, azért a román katonák, illetve a román etnikumú tisztikarba se volt ez a nemzeti érzés alacsonyabb, tehát feltettően amennyiben erre az összecsapásra sor került volna, az egy rendkívül kínos kudarc, és mindenképp óriási zavart idézett volna elő a kárpát medencében ami semmiképp sem volt német érdek. Ezek után került sor arra a második Bécsi döntésre, amiről már korábban is beszéltünk, és aminek tartalmát önök ismerik. Ami ugye viszont biztosítás nélkül történt, tehát csak is és kizárólag Németország és Olaszország állt érte szavatosságot. Érdekes módon nem merült fel a Szovjetunió bevonása ebbe a történetbe a magyar fél részéről, illetve szemben az első bécsi döntéssel, ahol a brit és francia álláspont megengedő volt, tehát nem tiltakoztak ellene, itt azokra a magyar kísérletekre, amelyek arra irányultak, hogy ezt a második bécsi döntést is Nagy-Britannia fogadja el, rögtön egy egyértelmű nem lett a válasz. És ennek a döntésnek volt egy igen komoly politikai ára is, nevezetesen a három hatalmi német, japán és olasz egyezményhez való csatlakozás. Az egyezmény egy nagyon érdekes irat, egyrészt azért, mert hogy a Lebensraum élettére elmélet az megfogalmazódik benne, tehát hogy minden népnek van egy ilyen joga arra, hogy egy ilyen lehatárolt teret kapjon népi céljai megvalósítására, de ami a legszebb, ugye az óriási békevágy, amit ez a szerződés is tartalmaz, és ennek érdekében, hogy ezt önök is át tudják érezni, ezt a rendkívüli békevágyat Japán, Németország és Olaszország vezető politikai elitjétől, ennek a lényeges szövegét itt be is másoltam, ami úgy hangzik, hogy az aláírók a tartós béke előfeltételének tekintik, hogy a világ minden nemzete hozzájusson a nekik kiáró térhez. Ója az aláíróknak a világ világbéke, mint végső cél a történő törekvés. Az aláíró felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymást minden gazdasági és katonai eszközzel támogatják abban az esetben, ha a szerződő felek egyikét olyan hatalom támadja meg, amely nem vesz részt az európai háborúban vagy a kínai-japán konfliktusban. Mit jelent ez a szavak nyelvén? Amennyiben mondjuk a Szovjetunió megtámadná Németországot, ebben az esetben Magyarország, aki aláíró fél, legalábbis novembertől, azonnal katonai segítséget lenne köteles nyújtani. Tehát hasonlóan, mint a NATO esetében, amikor az egyik NATO tagállamot megtámadják, akkor az a teljes NATO támadásával egyenértékű. Arról azonban ez a háromatalmi egyezmény nem rendelkezett, hogy ha az aláírók bármelyik tagja maga támad meg bárkit, akkor mellette is szolidárisnak kell -e lenni, és egyébként ez nem is történt meg bizonyos esetekben. Az, hogy ez a háromatalmi egyezmény, ez történő csatlakozás, ez azért nem egy, nem egy olyan egyszerű ügy, bár formailag itt csak egy darab, hiszen azok a kötelezettségek, amelyek ebben a papírban le vannak írva első meglátásra, soha nem fognak bekövetkezni, azért ez valamennyire Teleki Pál miniszterelnöknek is nyilvánvaló volt, és Teleki, aki egyébként is egy összetett figura, de ő Betlen Istvánhoz hasonlóan a viszontbiztosítások rendszerébe gondolkodott. 1939 az 39 végén így fogalmazta meg Barca György londoni magyar követnek a magyar politika a legnagyobb dilemmáját. A németekkel kell mennünk, mert másképpen nem lehetséges, de csak egy bizonyos pontig. Ez a pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetesen fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk elvérezni hiába. De borzalmas nehéz talán lehetetlen is lesz ellenállni. Revízió, ez csak neked mondom, a legnagyobb veszély, ami fenyeget. De ezzel ellen nem teltek semmit, mert belebukom. A közvéleményünk meg van őrülve. Mindent vissza akár, hogy akárki által bármi áron. A revízióba bele fogunk pusztulni, ez fog minket a háborúba belesodorni. Visszakaptuk a felvidéket, jó, vissza Ruszinszkót is, ezeket meg tudjuk még emészteni, gondolta ekkor. Most Erdélyen a sor rettegek, mi lesz akkor? Ezek a gondolatok teljesen valóságá váltak, mert hogy Magyarország egyébként még Ruszinszkót sem tudta megemészteni, hiszen ugyanúgy, ahogy a csehszlovák kormány se volt képes arra, hogy a ígért autonómiát megvalósítsa, ugye a magyar kormány se valósította ezt meg. Teleki azonban nagyon sok mindent próbált tenni annak érdekében, hogy ez a viszontbiztosítás, mint, mint lehetőség megjelenjen, és ennek érdekében elég, elég, sok, elég sok akciója volt. Az egyik azok az instrukciók, amiket a washingtoni magyar követnek küldött, 41. március 3-án, tehát nem sokkal Jugoszlávia előtt, ezt érdemes elolvasni. Amiben egyértelmű az, hogy teleki nem gondolja azt, hogy ez a háború a németek biztos győzelmével végződik. Ő azért földrajz tudósként viszonylag sokat látott és biztos volt abban, hogy Anglia, illetve Amerika együtt nem képesek teljesen elveszteni egy ilyen konfliktust, illetve Németország sem lesz képes totális győzelmet aratni. Emellett a realitás érzéke mellett azonban elképesztő az a néha irracionális attitűd, amit ugyanezekben az üzenetekben megfogalmaz, és ezért másoltam be a második bekezdést, amikor azon méltatlankodott, hogy korábban az angol fél kifogásolta azt, hogy amennyiben Magyarország átenged a területén csapatokat azért, hogy ezek a csapatok Romániát megtámadják. Ez még ugye azelőtt volt, amikor Románia nem csatlakozott a német szövetséghez. Ezen ő felháborodott, és ez a felháborodása annyira megmaradt benne, hogy még egy fél évvel később is felhánytorgatta azt, hogy hogy lehet Magyarországtól azt kérni, hogy Romániára ne engedjen átmúlni csapatokat, bárkinek a csapatait legyen, az német, mexikói, a svédország. Magyarország helyzetének és a magyar nemzetnek olyan félreismerését jelenti, amely sértő és lenéző egyszerre, mert nem létezik egyetlen magyar, aki Romániát bárkivel, szemben, testével védené. Gondolta ő. A a gondolat azért rendkívül irracionális, mert hogy egyébként 1944-ben, pontosabban 1941. június 26-ától 1944. augusztus 23-áig a magyar hadsereg, ha tetszik, hanem Romániát is védte, hiszen szövetségese volt furcsa módon. És hát Betlehem István soha nem írt volna ilyet, mert hogy tudta azt a teljesen nyilvánvaló földrajzés politikai tényt, hogy a 23 milliós román nemzet nem távolítható el Magyarország szomszédságából. Emellett Teleki gondolt arra is, és ez egy nagyon nyomós érv viszont a politikai realitások elfogadására, hogy tervezni kell már egy emigráns magyar kormányt. Tehát ezt 1940 tavaszán igaz, nem a saját ötlete volt, először hanem Pelényi János, Washingtoni magyar követé, hogy ennek előkészületeket kell tenni, mert eljöhet az az idő, amikor a náci Németország esetleg elfoglalja Magyarországot, vagy olyan belpolitikai dolgok indulnak el, amik ezt szükségessé teszik, és egyre át is utalt 5 millió dollárt, amit aztán nem sokkal később visszautaltatott, viszont 1941. januárjában Eckhart Tibor, illetve Bethlehem Istvánt akarta kiküldeni Washingtonba, illetve Londonba, mint egy lehetséges későbbi ellenkormány vezetőit. Ez utóbbi nem teljesen valósult meg, Eckhard eh, kiutazott, de Betlen István nem. Mindeneset ez mutatja azt, hogy a brit és az angol fél 1941, mondjuk úgy márciusáig gondolhatta azt, hogy Magyarország egyáltalán nem a németek járszalagján van, hiszen partnerek voltak ezekhez az ötletekhez. Mint tudjuk azonban, Teleki Pál 1941. április 3-án öngyilkos lett, és ennek kapcsán először beszélnünk kell az öngyilkosság kérdéséről, mert bár valószínűleg ezt önök is tudják, hogy azok a adatok, bocsánat, azok az állítások, amely szerint őt valójában meggyilkolták ezek a legenda, legendákhoz tartoznak, azért szükséges néhány alapvető tényt mégis elmondani, Telekipál öngyilkossága, ugye vannak a bucsúlevelek, amelyekről tudjuk, hogy ő írta. Ez egy közismert dolog. Az, az is fontos, hogy tudjuk, hogy 1941. március 28-án, amikor a Magyar Minisztertanács foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a Jugoszláv ügyjel mi történjen, amit hamarosan kifejtek, akkor maga is. Helyeselte azt, hogy Magyarország ebbe az akcióba vegyen részt. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy erről a kérdésről egy teljes körű politikai konszenzus uralkodott a magyar politikában, azzal a kitétellel természetesen, hogy a jugoszláviai elleni akcióknak az előfeltétele az, hogy előtte a horvát önállóság legyen valamilyen módon kikiáltva. Teleki ezeknek egy nappal később tudta meg a az orvosaitól azt, hogy neje halálos beteg, és saját maga is súlyos depresszióktól szenvedett, illetve kétszer volt korábban öngyilkossági kísérlete, egyébként ez egy családi vonás is volt, már Teleki, a közül Teleki László is közvetlen rokona gyakorlatilag öngyilkos lett 50 évvel korábban és ami nagyon fontos, hogy azt, hogy Telekipál öngyilkos lett, a hozzá közel álló személyek közül senki se vitatta. Tehát mindenki, aki a merénylet elméletet terjesztette ezzel kapcsolatosan el, az olyan személy, aki igazán nem állt közel telekipához. A Barca távirat pedig, amiről itt utalok, az arról szólt, hogy Barca György, a londoni magyar követ, megírta neki az angol álláspontot egy esetleges jugoslá, jugoszláv akció esetén, ami úgy hangzott, hogy amennyiben Magyarország ebben a történetben részt vesz, azt Anglia nem tudja másképp értékelni, mint hogy Magyarország belép az Angliával szemben hadat viselő felek táborába, és ez egyenlő, egyenértékű lesz a brit hadüzenettel. És ez ugye az ő politikájának az összeomlásának tűnt. Ebben a telekipál merényletben a legérdekesebb az, hogy miért érdekes annak a, az állításnak az elterjesztés, hogy valójában ő mégsem lett tömgyilkos, hanem meggyilkolták. Mert amennyiben meggyilkolták, ez fel, ugye mi lett volna, ha a területre vezet bennünket, akkor ez is mutatja, hogy valójában a magyar fél az békét szeretett volna, de hát a németek mindenképp háborút akartak, és ez ezért történt. Bár akik a gyilkosság teóriát erőltetik, általában azzal mindig adósok maradnak, hogy mi is áll mögött egészen pontosan. Nos, a német hadsereg terveiben természetesen szerepeltek a magyarokkal kapcsolatos megfontolások is, de azt nem gondolták, hogy a magyar honvédségre nekik szükségük lesz ahhoz, hogy Jugoszláviát leverjék. Tehát a későbbi tények is ezt igazolták. Konkrétan április 6-ától 13-áig tartott az az időszak, amíg a német hadsereg elérte azt, hogy K.O.-val a teljes jugoszláv hadsereget. 13-án konkrétan a hadsereg főparancsnokság is fogságba esett. Magyarán ilyen érdek német oldalról nem is létezett, és, és az alapvető új protest kérdést, ha feltesszük, nem találunk tulajdonképpen olyat, akinek érdeke volt telekipált, mint olyat kikapcsolni a magyar politikai döntéshozók közül, legalábbis ekkor. Ezt a táblázatot egyszer mutattam már, de nem, nem, ér, nem felesleges ismét felidézni csak azért, hogy lássuk a magyar politika állapotát 1941. áprilisára, amikor igazából a revíziós célokból már minden megvalósult, amit etnikailag alá lehetett támasztani, sőt az is, amit nem igazán lehetett már alá támasztani, mert hogy a visszakerülő területek esetében nagy jó indulattal észak mondhatjuk azt, hogy a magyarság több mint 50%-ot tesz ki, de a délvidéken ez már egyáltalán nem adott. És Magyarország 41 végére, pontosabban 41 áprilisa utánra egy multietnikus, sok nemzetiségű országgá vált, ahol a magyarság aránya nem volt nagyobb, mint 77%. Térjünk vissza viszont Jugoszláviára. Ez azért is nagyon érdekes, mert Önök ebben az előadás sorozatban általában elég kritikus mondatokat hallanak tőlem a magyar politikát illetően, és nincs túlságosan sok olyan körülmény, aminek körülni tudnánk. A magyar politikusok bölcsességét, illetve annak hiányát lehet megállapítani, de azért van, aki még a magyar helyzetet is szerintem felül tudta múlni, és ezek alapvetően a szerb politikusok voltak, ugyanis a második világháborúban én nem találtam még egy mozzanatot, ahol egy ennyire értelmetlen és kontraproduktív esemény fordult volna elő, mint 1941 tavaszán Szerbiában. A magyar-szerb viszony mindenképp különleges azért, mert hogy 1926-tól, amikor Horti Miklós Mohácson egy beszédben akkor meglepő módon nagyon pozitívan beszélt a szerb népről, és és azt a, annak az óvajának adott kifejezést, hogy itt szükség volna egy kiegyezésre. Ez egy kísérlet volt a kisantant felbomlasztására is, amit az is táplált, hogy a, a szerbekkel szemben a magyar politikai elitnek sokkal, de sokkal több respektusa volt, mint román vagy szlovák viszonylatban. Ezt egyébként az első világháborús események is indukálták valamennyire, hiszen az első világháborúban, a szerb hadsereg elképesztő teljesítményről tett tanulságot, tehát kifejezetten sikeresen védekezett, sőt, adott esetben még támadni is tudott, és csak német segítséggel sikerült Szerbia leverése. Ezeket a magyar politikai szirén hangokat természetesen azért bárnyékolta az a támogatás, amit a magyar titkosszolgált az úsztaságnak adott, ami aztán 1934-ben egy király, szerb királyelni merényletbe is hát ő is testet nyert. És ezzel szemben viszont Jugoszlávia, mint teljesen multietnikus állam, alapvetően mutatta ennek a Versailles békeműnek az összes hazugságát, mert hogy nevekben ugye szerb-horvát-szlovén királyság volt, de gyakorlatilag a politikában a szerb szupremácia érvényesült, és emiatt ezt az országot nem is lehetett demokratikusan működtetni. Magyarán egy idő után nem lehetett már normális választásokat tartani, nem volt szabad sajtó, és alapvetően a szerb politikai elit volt az, amelyik meghatározott mindent, viszont hosszú távon ez nem volt fenntartható. Már csak azért sem, mert hogy egyetlen egy olyan szomszédos ország nem volt, kivéve talán a Albániát ebben az időszakban, amelyikkel ne lett volna a Szerbiának, valamilyen, vagy a Jugoszláviának súlyos konfliktus, és ugye 1938-tól Albánia, mint önálló entitás is megszűnik. Elsősorban itt az olasz aspirációkat kell említeni, ugyanis Olaszország számára Dalmácia az egy ilyen közel külföld, tehát olyan, és ilyen szempontból ismét a mai párhuzam, mint ahogy a Oroszország számára közel külföld, mondjuk a Baltikum vagy Ukrajna kezdettől fogva voltak arra olasz tervek, hogy zárát, illetve egyetlen egész dalmáciát azt hogyan kellene integrálni saját rendszerükben. Ezzel szemben a náci Németországnak nem voltak különösebb területi igényei Jugoszlávia kapcsán, és szerette volna ezt az egész ügyet valamilyen Megállapodással le tudni, ami azt jelentette, hogy bekívánta vonni Jugoszláviát a háromhatalmi egyezménybe, aminek a szövegét az előbb olvastam, és hosszas húzavona után egy módosított szöveget végül is a jugoszláv politikai elittel el tudott fogadtatni. Ez a módosított szöveg több könnyítést tartalmazott a jugoszláv fél számára. Így például a definitíve benne volt az, hogy a jugoszláv félnek nem kell vállalnia azt, hogy területén átenged német csapatokat egy adott esetben egy harmadik országgal való konfliktus esetén. Tehát tulajdonképpen a háromhatalmi egyezmény Jugoszlávia esetében garantálta volna a második világháborúból való teljes kimaradás lehetőségét, anélkül, hogy ezért bármilyen módon igazán aktívan el kellett volna maguknak kötelezni a, magukat a német fél mellett. Ehhez képest egy nappal később egy katonai pucs megdöntötte a jugoszláv kormányt, ami azért nagyon érdekes, mert hogy máig nem nyilvánvaló, hogy ezek az urak igazából mit is akartak. Mert az egyetlen egy dolog, amit megállapíthatunk, az az, hogy a korábbi kormányt túl horvát barátnak tartották, és ezért megdöntötték, illetve nyilván nem szimpatizáltak Németországgal és az is biztos, hogy ebben a katonai pucsban a brit titkosszolgálatnak is volt némi szerepe, de a legfontosabb csak az volt, hogy a pucsisták sem merték felvállalni azt, hogy felmondják a már megkötött három egyezményt. A német fél viszont úgy döntött Hitler, hogy ezt a kockázatot, hogy egy ilyen társasággal szemben azt a hátukban meghagyják, ez nem, ezt nem lehet vállalni, és ekkor döntött el Hitler, hogy már pedig Jugoszláviát mindenképp szét kell verni. Nem volt eredetileg ilyen elképzelése. Ezt nagyon fontos elmondani. Nézzük az egészet magyar perspektívából. Mint közismert, 1940. decemberében megkötötték a Jugoszláv-Magyar örök barátsági szerződést, ami azért érdekes, mert hogy nem sokkal később kötött a magyar politika Irakkal, illetve egy másik országgal is barátsági szerződést, de az örök jelzőt a magyar diplomácia történetben csak ebben az egy szerződésben sikerült beleépíteni. Hozzá kell tenni, a szerződés tartalmazta azt, hogy Magyarországnak vannak lenemzárt területi vitái Jugoszláviával, amelyeket azonban csupán békés eszközökkel kíván megoldani. Volt egy magyar politikai igény adriai tengeri kikötőre, erre többször utaltam más előadásokban is, és azt hozzá kell tennem, hogy érdekes módon az olasz fél adott esetben a sajátjából is hajlandó volt asszisztálni ahhoz, hogy fiumében legyen egy szabad kikötő, és akkor már csak az volt a kérdés, hogy lesz-e egy olyan vasútvonal ehhez a kikötőz, amit Magyarország jogosult közösen üzemeltetni mondjuk a horvát állammal, vagy sem attól kezdve, hogy Magyarország belép fegyveres, ebbe a fegyveres konfliktusban, már pedig ez történik, ugye Teleki Pál öngyilkossága után végül is azt döntik el, ami eleve még Telekivel együtt is egy, egy elfogadott vélemény volt, hogy Magyarország akkor lép be, amennyiben Horvátország kikiáltja az önállóságát, mert ebben az esetben a korábbi jugoszláv-magyar barátsági szerződés megszűnik, mert megszűnik, az egyik szerződő fél, amiben egyébként van igazság, ezt lássuk be. Azonban a magyar fél számára, ami nagyon vonzó volt, hogy Hitler itt is hasonlóan élt, mint korábban Csehszlovákia esetén, amikor először azzal próbálta bevonni 1938 elején Magyarországot Csehszlovákia szétverésébe, hogy azt mondta, hogy korlátlan lehetőség van a magyar igények végrehajtására. Akkor Magyarország ezt nem fogadta el. Most azonban felmerült az, hogy hát ha korlátlan a lehetőség, akkor természetesen ezer éves határok, ami a bánát kérdését is felvetette mindjárt, illetve a muravidéket, ami azért lesz érdekes, mert a muravidékre először a német hadsereg nyomul be, nem a magyar. És aztán kétszeresen is egy egy zsarolási helyzet keletkezik. Az egyik az a Muravidék, onnan a német hadsereg kivonul úgy, hogy a magyar fél vonulhat be, illetve a Bánát, ahonnan bár megígéri, hogy ki fog vonulni, de nem vonul ki. Annak ellenére, hogy Hitler szóban erre ígéretet tett, hogy ez megtörténik. És végül a magyar közigazgatás, de erről később fogok beszélni. Ami érdekes, hogy még az etnikai viszonyok, tehát hogy hogy nézett ez ki a Mura közt ketté választottam, mert hogy van a szűk ebben vett Mura és a Muravidék, de mind a kettőre egy eléggé csekély magyar lakosság állapítható meg, illetve a Temes köz, ahol a magyar etnikum eleve még csak az első kettőbe se fér bele, hanem csak a harmadik, és ez is az 1910-es magyar szempontból még legpozitívabb népszemlelási adatok után. Tehát a tortának azon szeletei amelyek 1941. áprilisában kerültek szervírozásra, etnikailag igazából egyik esetben se voltak így indokolhatóak. Nézzük meg ezt a jugoszláv hadszínteret számokban azért is, mert ez mutatja talán a legjobban a, a belgári katonai pucsnak a teljes értelmetlenségét. Hiszen mit gondolhattak azok a tisztek, akik pucsot hajtanak végre a kormányuk ellen, majd ezután kevesebb mint két héttel az egész ország mint olyan megszűnik, úgy, hogy összesen 150 német halott katona kell ahhoz, hogy Jugoszlávia, ami azért immerhin egy 13 milliós ország, egy majdnem egy milliós mozgósított hadsereggel, ez egy milliós hadsereg, ez, ez két hétig nem tudta tartani magát. Tehát úgy tényleg felmerül a kérdés, hogy Belgrádban mi az ördögöt gondoltak saját magukról akkor, amikor pucsoltak. A magyar halottak száma eleve egyébként érdekes, hogy majdnem annyi, mint a németek. Ennek két oka van. Az egyik, hogy műszaki hiba miatt két szavolya gép lezuant a rajta levő magyar ejtőernyősökkel, ami egy elég nagy tétel volt, illetve a magyar hadsereg korán sem volt azon a professzionális szinten, mint a német, és belefutott, ha jól emlékszem, csantavér előtt egy szerb lesállásba, ahol önmagában majdnem 80 ember meghalt. De ami nagyon uh, szomorú, és uh, itt, itt, már bizonyos szempontból máig tartó problémákat érintünk, az az, hogy mit csinált a magyar, uh, magyar hadsereg az elfoglalt területeken. Mert hogy az előzménye mind a hidegnapoknak, mind a hidegnapok utáni újabb hidegnapoknak 1944-ben, nevezetesen 1941-ben a az úgynevezett tisztogató akcióknak még április-május között 3500 áldozata volt, tehát ez 20 annyi, mint a nyelesett katona, ezek az úgynevezett csetnik ügyek, valamint 313 stratáriálisan kivégzett ember. És Jugoszlávia embervesztessége pedig a második II. világháború harmadik legnagyobb embervesztessége. Nagyon nagy a a Dunkel Ciffer, mert 1,1-től 1,7 millió főig tartanak ezek a becslések, de ami nagyon lényeges, hogy az embervesztességek messze túlnyomó többségét nem a német és nem az olasz hadsereg okozta, hanem ezt ők okozták egymásnak. Ugyanis alapvetően a partizán háború, az a horvát állam, és a csetnikek, illetve a kommunista partizánok vérengzéseinek sorozatából állt, és sajátos módon egyébként a szerb, mai Szerbia területe az egészen 1943 végéig szinte teljesen partizánmentes volt, tehát a legtöbb ilyen tömeggyilkosság az a horvát állam területén történt. Ez egy iszonyatos szám, és különösen felteszi, hogy is mondjam, azt gondolom a szebb perspektíva felől a kérdés, hogy megérte? Mert a magyar Hadba hadbalépés nyilvánvaló egyáltalán nem érte meg, de hogyha összevetjük azt, hogy mennyit nyert vagy vesztett az egyik és a másik fél a rossz politikai húzásával, az egyik a politikai puccsával, a másik pedig a, a igazából németek által se forszírozott hadbalépésével, erről később beszélek, akkor azt gondolom, hogy a szerb politikusoknak a rossz döntése az még a magyarok döntését is felülmúlja. Bár ez soha igaz. A következőkben mutatok néhány képet, aki úgy gondolja, inkább csukja majd be a szemét. Ezeket azért hoztam mégis el, hogy mutassak valamit arról az erőszak orgiáról, ami ekkor elszabadul a Délvidéken. Ezek magyar fotók arról, hogy a partizán vadászat hogyan működött, és ami miatt ez különösen megdöbbentő ezeknek a fotóknak a szuvenír jellege. Amikor a készítők szándékosan azért készítik el ezeket a képeket, hogy otthon egyfajta szuvenírként mutogassák, ez még a legkevésbé brutális, a Cset vesztőhely csetnikek részére eldeti aláírás egy a hetedik, hetedik kecskeméti gyalogázra egyik tiszthelyetesének fotóalbumából. Látszik, hogy ez egy már aktívan használt és beavatott vesztőhely csetnikek részére következő képen egyrészt a Cservenkai cukorgyár igazgatója látható, akit nem tudom, hogy miért takasztottak fel, de az látszik, hogy egy nagy bámuló közönség nézi ezt, illetve polgári személyek köztük van egy másik perspektívájú kép, azt nem raktam bele, amin gyerekek és nők is látszanak ennél a falnál. Ez a kép pedig azért megrázó, mert hogy itt Stom Marcell áll, az a tábornok, akit látunk, Szabadka főutcáján egy banképület előtt, ez Tom Marcel vezérő, aki később, 1943. január végén, ugye átáll, vagyis nem átáll, megadja magát a szovjet csapatoknak, miután feloszlatja a testét. Ezt csak azért hoztam ide, mert hogy, hogy mutassam, hogy ezek az atrocitások nem elszigetelt esetek, és nem arról van szó, hogy ezt nem látta mindenki, aki a magyar honvédségben valamilyen fontosabb funkciót töltött be. Ez a kép pedig. Ö, egy olyan kép, aminek van képaláírása is, az egy képaláírás következő kép néz ki, emlékül hosszú űvel, tehát az illető valószínűleg nem végezte el a nyolc általánost, zombor hosszú úval. Tehát zomborba ez a katona, akit fotózza magát a fal előtti hullákkal, ezt úgy gondolta, hogy a Janzixnak hazaküldi. Később aztán a kép egy magyar közgyűjteményben landolt feltetően az AVA egyik házkutatása után. Ezt tehát mindenképp szükségesnek tartottam megmutatni, azért, mert hogyha háborúról és hadbalépésről beszélünk, akkor talán nem érdektelen az, hogy ennek, ennek milyen ára van. És ebben az esetben még azt is érdemes megemlíteni, hogy a magyar közvélemény és a magyar hadsereg hogyan lett erre kondicionálva, mert hogy Magyarország ugye csak 1941. április 11-én a horvát függetlenség után lép be, be az akcióba, amikor már igazából nincs szervezett szerb, de jugoszláv katonai ellenállás. Ennek ellenére az összes magyar iratban, ami keletkezik, kezdettől fogva, azt szerepel, hogy a úgynevezett csetnyikeket és komitácsikat azokat ki kell írtani. Hogyha ezt lefordítjuk németre, akkor ugye az Ausrotten szóra lyukadunk ki, másképp nem fordítható. Összehasonlítva a magyar és német terminológiát, a német iratokban azért Hitler legvadabb kijelentéseit leszámítva, maga a katonai bürokráciai szaknyelv azért nem így fogalmazott. Kiírteni, ugyanis állatokat szoktak, tehát veszett kutyákat írtanak ki, hogyha valaki nem tartja be a hága és genfi egyezményeket, azt ugyanezért lehet, van ennek egy másik sokkal szemérmesebb megfogalmazása, hogy a hadiszabályok szerint kell kezelni, azaz ki lehet végezni, fel lehet koncolni, de a kiírtani egy kifejezetten indoktrináló és Ilyen szempontból ezeket a barbárságokat eleve megelőlegező szó, ami végigvonul az összes magyar Katonai iratton, ami a polgári lakossággal, illetve az esetleges polgári ellenállással kapcsolatos. Lassan eljutunk az igazi háborúhoz, a szovjet-német összecsapáshoz, és itt meg kell említeni ennek az előjeleit, mert hogy 1941. június 22-e vagy 26-a az nem előzmények nélkül, a magyar politikai is tudott erre készülni. Számtalan jele volt ugyanis annak, hogy ez a német-szovjet szövetség nem lesz tartós. Ennek az egyik legerőteljesebb mozzanata 1940. novemberre volt, amikor Molotov Berlinben tárgyalt, úgymond igazából újra tárgyalta azt, amit 1939. augusztus 23-án lefixáltak és új követelésekkel is élt, amelyeket ráadásul még aztán írásba is átadott, tehát nem csak szóba hangzottak ezekkel, és ezek új követelések ezek azt tartalmazták, hogy a szovjet támaszpont a Bosporus és Dardanellákon, Románia és Magyarország esetleg a, a szovjet érdekszférába kellene, hogy sorolódjon, és, és még a Közelkeleten is voltak mindenféle kis ötletek, ami a német fél számára teljesen elriasztó volt. Hitlernek amúgy is volt egy Drangnak Osten elképzelése, amúgy is perspektívikusan mindenképp kelet felé akarta irányítani az agresszív potenciáját, azonban 1940. novemberében konkrétan egy olyan helyzetbe kapta ő ezeket az új szovjet ötleteket, amikor teljesen nyilvánvaló volt, hogy az angliai offenzíva az nem lehetséges, a légi csatát a német légierő elvesztette, és a náci Németország teljes mértékben ki van szolgáltatva igazából a Szovjetunió élelmiszer szállításainak. Tehát összesen 1940. novemberébe a német félnek ráadásul nem csak saját magát kellett ellátnia, hanem Belgiumot, Hollandiát és Franciaországot is, és több mint két millió tonna búza volt az, amit, a, amit am, ami, hiány volt, és amit csak a Szovjetunióban volt beszerezhető. Ezek a, ez az 1940. novemberi tárgyalás mindenképp ezért kiemelt helyet kap azon impulzusok között, amelyek Hitlert arra indították, hogy forduljon keletre. 1941. május elején bombaként robbant a hír, hogy Rudolf Hess a náci párt régebben második embere Hitler helyettese titokban Angliába repült, és a a bombát még, a bombarobbanás hangját csak fokozta, hogy az ügyről senki, se az angol, se a német fél nem volt képes, nem tudott, vagy nem akart őszinte szót szólni. Különböző okokból. Hess nyilván azért tette ezt, mert el akartak kerülni a kétfrontos harc egyébként rettegett helyzetét. Mindenképp szeretett volna még az utolsó pillanatban egy kiegyezést Angliával, amire természetesen semmiféle felhatalmazása neki nem volt. Tehát ő igazából ebbe a, ebben a szituációban, fogalmazzunk így, nem volt teljesen beszámítható. A brit fél számára egy ajándék volt ez megjelenése, ugyanis az egész szöveget Londonban úgy értelmezték, hogy végre van valami a kezünkbe, amit Stalin előtt elő tudunk adni, úgy, hogy hát amennyiben a Szovjetunió nem lép, akkor Anglia esetleg kénytelen lesz megállapodni a náci Németországgal. Erről szó se volt természetesen, tehát Churchill, illetve az angol politikai elitnek eszeágában nem volt semmiféle megállapodás, azonban azt tudták, hogy amennyiben ők ezt szugerálják a szovjetek felé, az vélelmezhetően az összes gyanakvást azonnal élesíteni fogja, hiszen ha Anglia véletlenül mégiscsak megegyezne a németekkel, akkor a német erőszakos potenciál már csak egyetlen egy irányba mehet. És ezért 1940 májusában ezt a mesét, ezt Moszkvában az angol politika elő is adta, ami az egyébként is gyanakvó Stálinnak az idegességét még sokkal, de sokkal tovább növelte. És itt kell hozzátennem a Történethez az, hogy természetesen a szovjet félse volt naív, tehát nem azért kötötte ezt a paktumot, mert örökké békében kívánt élni, hanem azért kötötte, mert ahogy a Sztálin nyíltan meg is mondta, tehát nyilvános eseményen, hogy neki csak jó az, hogyha a világ hatalmasai összevesznek, mert hogy ő nevető harmadikként nem fogja kikaparni más számára a gesztenyét a tűzből. Magyar diplomácia prognózisait azt már korábban említettem. A lényeg ebben a kontextusban is az, hogy se Teleki se Bárdosi nem indult ki abból, hogy a második világháborút német totális győzelem fogja befejezni. Bárdosi László is abból indult ki, hogy az angol-amerikai fél még a szovjetek nélkül is alapvetően legyőzhetetlen. Tehát a legjobb vagy legrosszabb esetben is itt egy pat helyzet lesz ennek a vége, vagy Németország veressége. Azonban, ahogy említettem, a honvédség ezt nem így gondolta, és a honvédvezérkar főnöke ez folyamatosan memorandumokat írt a miniszterelnöknek, amiben arról próbálta meggyőzni őt, hogy Magyarország és Németország kössön szövetséget, és a magyar fél minden erejét vesse be a német oldalon, minden jel arra mutat, hogy Wertherdix számára nem merült fel, hogy ennek a politikai ára a nácizmus befogadásával valójában mit is jelent, és Bárdosi minden egyes alkalommal ezeket a memorandumokat egyébként lepatintotta. Egyre határozottabb hangremben, egyrészt azzal, hogy illúzió azt képzelni, hogy Németország Magyarországgal úgy, úgy lenne hajlandó megállapodni egy ilyen szövetségi helyzetben, mint egyenrangú fél egész egyszerűen a nagyságrendek mássága miatt, illetve hogy nem érdeke a magyar politikának az, hogy úgy ajánkozzon fel, hogy azt nem is kérték tőle, mert ebben az esetben na, egész egyszerűen a magyar politikai érdekek nem valósíthatóak meg. Ami érdekes az, hogy Bárdassi miről nem írt Werthemliknek. Arról Bárdassi se írt, hogy milyen, alapvető politikai okok azok, ami miatt nem kívánatos a németekkel való százszerzelékos összeborulás. Feltetően azért, mert vagy azért, mert reménytelennek látta Wert Henriket erről kioktatni, vagy nem akart egy teljesen terméketlen politikai vitába belemenni. De hogy mennyire ketté válik a politika és a, és a vezérkar elképzelése, azt ez az a Újszászi István vezérőrnagy, a magyar katonai hírszerzés vezetője és Vörnle János külügyminiszter helyettes telefonbeszélgetése illusztrálja talán a legjobban, amikor Vörnle felhívja, most újszászi hívja fel Vörnlét azzal, hogy tájékoztatni kívánja arról, hogy a magyar honvédség elkezdi a Magyarországgal határos kaliciai térségben a katonai felderítést abból a szempontból, hogy milyen objektumokat érdemes megsemmisíteni. Amire Wörnle Bárdassival egyeztetve azt a választ adja, hogy ezt azonnal hagyják abba, semmi szükség nincsen rá, ebből csak baj lesz, mert úgyis lesz majd valaki, aki lebukik, és akkor ez csak a szovjet fél számára egy teljesen felesleges provokáció jellegét fogja mutatni. Ráadásul ezt tőlünk senki se kérte. Amire a újszászi válasza az volt, hogy ezt nem is azért mondta, hogy engedélyt kelljen rá, hanem csak tájékoztatni kívánta a politikát erről. Stollyaj Döme berlini követ eléggé ö, rajta tartotta a szemét a, a német politika összes rezdülésén, és viszonylag ö, ö, korán felismerte azt, amit egyébként a német fél a magyar politika és a magyar hadsereg előtt titkolt, hogy konkrétan megkezdődött a felvonulás a Wehrmacht részéről a keleti határa. 1941 áprilisától már az ilyen típusú hírek folyamatosan megjelennek a berlini követség anyagaiban, és június 7-én pedig teljesen egyértelművét is tette, hogy itt biztos, hogy a Wehrmacht meg fog hamarosan indulni. Ezzel a ma úgy szóván biztosra vehető, hogy a lavina nem tartható fenn. Kielentéssel jól tudom illusztrálni ezt. És akkor visszatérnék még egyszer a német és a szovjet koncepcióra, tehát hogy méresnek ezek a felek egymásnak. A német okokról már beszéltem, de amikor Hitlerrel egy bizalmasra beszélgetett 1941-ben még arról, hogy hogy képzeli ő el Németország perspektíváját, akkor Hitler használta ezt az Englands Festlands Degen, azaz Anglia szárazföldi kardja, mint Oroszország, az Anglia szárazföldi kardja, és hogy amennyiben nem tudja ő Oroszországot kiütni, úgymond Anglia kezéből, mint potenciális veszélyforrást, addig addig nem lesz vége ennek a háborúnak, és az angoloknak fel kell fognia végre, hogy igazából én mindig is csak keletre akartam menni, és hogyha kiütöm ezt a kardot a kezükből, akkor csak meg fognak állapodni. Magyarán van egy nagyon pragmatikus oka is, a támadásnak nevezetesen az, hogy Hitler azt gondolta, hogy egy Szovjetunió leverése után Anglia önként hajlandó lesz egy kiegyezéses békére, és egyébként a német náci ideológia miatt is, a keleti érettér miatt is szükség volt erre, nem beszélve arról a nagyon magas szovjet zsarolási potenciáról, aminek Németország ki volt szolgáltatva. Ami nagyon fontos, hogy bár a szovjet zsarolási potenciál Hitler számára egy fenyegetés volt elvisíkon, de a gyakorlatban nem tételezte fel azt, hogy őt a vörös hadsereg konkrétan meg is támadhatná akár pár héten belül. Ez azért nagyon fontos, mert hogy egyébként meg is támadhatta volna. Hitler nem tudta, ezzel az egész probléma halmazzal a német hadsereg akkor szembesült, amikor kitört a háború, és azt kellett, hogy tapasztalják, hogy gyakorlatilag a teljes szovjet hadsereg fel van vonulva a német-szovjet határa, ami azt jelentette, hogy kb. 20 ezer szovjet harckocsi volt a határmenti övezetekben, miközben ezzel szemben 5 ezer német és egyéb nemzetiségű állt, és és a háború első eteibe derültek ki azok a dolgok, hogy mondjuk a szovjet csapatoknak ki van osztva a Szélesvágánynak, a Keskenyvágánynak a, keskeny a Szélesvágányra átállítási kézikönyve, ki vannak osztva a orosz-német szótárak, és egy csomó minden egyéb ügy már, hogy ki legyen a varsói városparancsnok, tehát mindenféle olyan, Konkrét háborús előkészület nyomait fedezték fel, ami arra utalt, hogy a szovjet félnek nagyon is hát voltak itten aktív tervei. Amit megjegyzem, az is szükségessé tesz, hogy a szovjet hadseregnek nem volt védelmi doktrinája, csak támadó. Tehát a szovjet hadseregbe eleve mély hadműveleteket oktattak, a védekezés, mint olyan, nem szerepelt a, a hosszú védekezés eleve semmiféle tervben, és olyan fegyvernemeket fejlesztettek, amelyek igazából csak támadásra voltak alkalmasak. Így a szovjet hadseregnek több ejtőernyőse volt, mint a világ összes hadseregének együttvéve. Tehát több mint százezer katonája volt kiképezve ejtőernyősként. Németeknek négyezer ejtőernyősük volt a világháború megindulásakor. A szovjet ipar több harckocsit gyártott, mint a összes európai állam együttvéve, és több mint ötször annyi harckocsija is volt, igaz, hogy ezekre mondani lehet, hogy elavultak, de a német harckocsik nagy része szintén nagyon elavult volt, és a legelavultabb szovjet harckocsi is a technikai paraméterek szempontjából egyébként korszerűbb volt, mint a német. Más kérdés, hogy ezt a korszerűséget miben mérjük, a páncézaszt vastagsága és a löveg átmérője mindenképp meg tűzereje az nagyobb volt. A járműveknek a technikai üzemeltethetősége az általában úgy aránylott a némethez, mint ahogy egy Trabant aránylik egy, egy Volkswagenhez. <kül> Tehát volt ezekkel a járművekkel természetesen sok probléma, de a szovjet hadsereg offenzív erőszpontosításra készült, és elvileg technikailag abban a helyzetben volt, hogy 1941 nyarán, ha akarta volna, támadhatott volna, és valószínűleg ez a támadás ez hetekkel, heteken múlt, hogy nem ők támadtak először. De ezt fontosnak tartom ismétetlen leszögezni. Erről a német vagy a magyar katonai titkosszolgálat semmit se tudott. Ez utólag derült ki csak számukra. német részről ezt az egész háborút nem vették komolyan, ennek az alapvető oka pont az volt, hogy nem tudtak a szovjetekről semmit. Tehát nem ismerték az alapvető technikai adatokat sem, nem tudták azt, hogy a szovjet hadipar miből mennyit képes gyártani, sőt például a T-34-es, illetve a KV-1-es harckocsi, ez volt a két legmodernebb harckocsi abban az időben, Erről a két fegyverről semmiféle tudomásuk sem volt. Tehát alapvető információ hiánya szenvedtek, aminek elsősorban az volt az oka, hogy egy jobb kémhálózatot a kommunista rendszer alatt annyira nehéz fenntartani, hogy ez a németeknek nem is sikerült. Azok az információk, amik rendelkezésre álltak, azok alapvetően a Finn-Téli háborúból származtak, és a Finn-Téli háború az az orosz-szovjet hadsereg óriási lebőgésének a története volt és az alapján mindenki azt gondolta, hogy ez a társaság ez igazából semmire nem lesz képes. 1945 után rögtön felmerült az a kérdés, hogy Magyarország német nyomással lépett be a második világháborúba. Érdemes ezt a kérdést egy kicsit közelebbről megvizsgálni. Ha volt német nyomás, a berlini magyar követségen ebből nem, hogy semmit nem tapasztaltak, hanem a Sztójai Döme írásba adta ezt a, ezt a mondatot, amit sajnos Magyarországon még nem nagyon publikáltak, mert hogy a Diplomácii Alatok magyarország Magyarország külpolitikájához című sorozatnak az ötödik kötete az 41. júni 30-án véget ér, és ez a irat július másodikai. De ez leírta azt a mondatot, ez már a háború kitörése után volt, hogy politikai, mérték, politikailag mértékadó német részről egyenesen elkerülni kívánják, hogy mi a szovjet elni háborúban részt vegyünk. És ezt azért írta le, mert Bárdosi László egy táviratára, amelyben Stójai egyébként az általa nagyon is vágyott magyar részvételt próbálta erőltetni, visszakérdezett, hogy van-e egyáltalán olyan volt-e egyáltalán német követelés, hogy részt vegyen Magyarország ebben? Mert hogy a magyar politika korábban óvatosan mindig feltette a kérdést a német fél számára, hogy van-e esetleg valami igényük arra, hogy Magyarország valamiben is részt vegyen, és ettől mindig elzárkózó német választ kapott. A az egyedüli olyan terület, ahol a német fél nem volt erzárkóz, amikor német katonatisztek 1944. június közepétől Magyarországon magyar kollégáikkal beszélgettek, akkor azt persze ők pedzegetni kezdték, hogy minden önkéntes dolgot szívesen elfogadnának, és milyen jó lenne a magyar hadsereg segítene nekik. De a német politika pont ellenkezőképp viselkedett, és ezt Hitler, illetve a legfontosabb német vezetők számtalan is elmondták, hogy nem akarunk semmit tőletek. Már csak azért se akartak semmit, mert Hitler azt gondolta, hogy a Magyar Honvédség segítségén aztán igazán nem fog múlni, hogy megnyeri ezt a háborút, vagy sem. Tehát katonailag nem érezte ennek szükségét. Azt viszont tudta, mert pontosan félreismerte a magyar politikát, mert ő azt feltételezte, hogy neki majd valamit fizetnie kell azért, hogyha a magyarok jönnek. soron ingyen kapta aztán meg ezt a segítséget, de de ők abból indultak ki, hogy ez megint akkora, akkor, a, megint akkor a temes közt, vagy valamit elő fognak venni, és újabb igényeket terjesztenek elő. Vert Henrikről is volt meg korábban a Trionon előadásban szó, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, aki egyik memorandumában, amit Bárdosinak írt, leírt öt indokot, hogy miért kell ebben részt venni, az ország területi épségének és a rendszernek a biztosítása, a nemzeti érdek az orosz eltávolítása határról, stb. stb. Ami érdekes, hogy Bárdosi László Vertnek mind az öt érdeket megcáfolta. Tehát leírta azt, hogy az ország területi épségének és a rendszernek a biztosítása, az nem szükséges részt vennünk, mert hogy az első és második Bécsi döntés ebből a szempontból teljesen egyértelmű garanciát ad, További országgyalapításról nem lehet szó a jelen helyzetben, és így tovább, és itt tovább. Ez azért lesz érdekes, mert hogy Bárdosi László aztán ugyaner, ugyanerről később, 1946-ban a teljesen más mond, mint amit Wert írt. És akkor itt rá is térünk ennek az embernek az elképesztő, elképesztő drámájára. Bárdosi László eredetileg egy Egyszerű magyar diplomata volt, korábban Londonban, illetve Bukaresbe akreditált követ, és ebből lett ő külügyminiszter, majd miniszterelnök teleki halála után, de egyúttal a külügyminiszteri tárcát is megtartotta, és teljes mértékben teleki vonalvezetését vitte tovább, ami abba csúcsosodott ki, hogy 1941. június 24-én, tehát két nappal a Barbarossa után, amikor egy, minisztertanács tárgyal arról, hogy mi a magyar politika feladata ebbe a helyzetbe, az asztalra ütött, és úgy jelentették, hogy már pedig ez nem a mi háborunk. És akkor még úgy tűnt, hogy Magyarország ebben nem is fog részt venni. Ugyanaz nap találkozik Otto von Ermansdorf budapesti német követtel, akinek szemrányásokat tesz egyrészt, hogy miért nem tájékoztatták Magyarországot, annál is inkább, mert Romániát és Finnországot, meg Szlovákiát a német politika korábban tájékoztatta. Visszautasította azt, hogy német katonatisztek ötleteket adnak a magyar katonatiszteknek arról, hogy hogyan lehetne ebbe az ügybe kooperálni, mert ez egy politikai kérdés, és mondják meg, hogy ha akarnak valamit, akkor mondják meg, és akkor Magyarország ezt megfontolja, de kifejtette azt is rögtön, hogy korlátozó van a kormány, mert bár nagyon szívesen segítenének, de hát rossz a viszony a szomszédokkal, rossz volt a termés, és idézem, a magyar kormány csak nehezen határozná el magát arra, hogy a szovjet elleni katonai akcióban részt vegyen. Ez a figyelembe véve a diplomáciai udvariasság körülményeit is igazából egy egyértelmű elutasításnak kellett ezt akkor megérteni. Két nappal később azonban óriási változás történik, és ezt szeretném egy picit részletekben elemezni. Mi is történik valójában? Június 26-án 12 óra 10 és 13 óra 10 között két incidensre kerül sor. Egyszer három szovjet gép vagy igen, három szovjet gép bombázza a kassát, valamint egy másik szovjet gép végig gépuskázza Rahó mellett az egyik vonatot. Bárdosi László kettőkor értesül ezekről, és azonnal utasítást ad arra, hogy erről semmi nem jelent meg a magyar sajtóban, teljesen nyilvánvalóan azért, mert meg akarta akadályozni, hogy a sajtó esetleg prejudikáló hírei a magyar politikai vezetést bármilyen kényszerhelyzetbe állítsák, és mérsékelni akarta egyáltalán a szituációt, tehát hogy ne eszébe se jutott az, hogy neki azonnali visszacsapásba kellene gondolkodnia, ugyanis semmiféle reális érdek nem volt arra, hogy a Szovjetunió megtámadja ekkor Magyarországot. Annál is kevésbé, mert vannak ezek az incidensek. Igaz, hogy a Kassai hírközponttal telefonösszekötetés pont akkor szünetelt, de a szovjet-magyar határon tartózkodó határőrsökkel nem, és onnan lehetett tudni, hogy a határon egyébként teljes csend és nyugalom honol. Kérdem én, hogyha a Szovjetunió agressziót kívánna elkövetni, akkor, akkor nem indultak volna meg a szárazföldi csapatai? Bert Henrik 14 óra után jelentkezik Horti Miklósnál, és tényként adja elő azt, hogy szovjet gépek bombázzák Kassát. Erre egyébként igazából nem volt alapja, mert hogy Kassáról azok a jelentések, amelyek Budapestre befutottak, azok annyit tartalmaztak, hogy ismeretlen gépek bombázták Kassát, amihez aztán valaki az Országos Légvédelmi Parancsnokságon hozzáfűzte, hogy ezek szovjet gépek voltak, de azt, hogy ezt mi alapján tette, ezt a kutatás máig nem tudta megállapítani. Tehát hivatalosan Bert Henrik számára igazából az ismeretlen gépek kellett, hogy legyen az az információ, amit biztosan tud. Bárdosi egy fél találkozik Horti Miklóssal, aki magához rendeli, és akkor már kész tényekkel szembesül, nevezetesen azzal, hogy Horti Miklós elrendeli azt, hogy a hadi állapot beállt kassai bombázásnak is egy népes nagy legendáriuma van, kezdve att, hogy szlovák és román gépek voltak, akik azért bombázták kassát, hogy Magyarországot berántsák a háborúba, folytatott, hogy valójában német gépek voltak. Ezek a spekulációk azért teljesen értelmetlenek, mert mind a szlovák, mind a román, mind a német fél abból indult ki, hogy ez a hadjárat ez 6 hétig tart és totális német kiütéses győzelemmel végződik. Amennyiben viszont ebből indultak ki, akkor politikailag nem érdemes bevonni a magyarokat, hiszen, amint az előbb is említettem, és önök is érezték ebbe az iróniát, nem a magyar honvédség katonai ereje az, ami a Wehrmachtnak szükséges ahhoz, hogy eljusson Moszkváig. Így a lehetséges elkövetők köre az valójában egészen röviden a szovjet Légi erőre korlátozódik, azonban nyilvánvaló, hogy, hogy itt egy véletlen balesetről van szó, nevezetesen arról, hogy ezek a gépek eltévedtek. Tehát a Szovjetunió biztos, hogy nem akarta lerohanni Magyarországot 41. június 26-án, azonban az is biztos, hogy Eperjes és Kassa, ez a két város 30 kilométerre fekszik körülbelül egymástól, és a szovjet légierő, ami elképesztően fel volt duzzasztva, tehát úgy kell ezt elképzelniük, hogy tömegével voltak 6-7-es képzésen átesett pilóták, akik gyakorlatilag minimális repülési tapasztalattal rendelkeztek, és csak utalnék arra, hogy ha a NATO véletlenül le tudta bombázni Belgrádban egy semleges ország nagykövetségét akkor, amikor a, a, a 2000-es években a szerb hadsereg, igoszláv hadsereggel szemben beavatkozott, sokkal inkább valószínű, hogy egy éppen csak felkészített szovjet repülőegység vezetője fogja magát és eltéved, annál is inkább, mert hogy eperjesen viszont volt egy német hírközpont, egy nagyon fontos német hírközpont, aminek a kiiktatása biztos, hogy szerepelt a szovjetek agendájában. Így a legvalószínűbb is legplauziblisebb magyarázat az az, hogy Kassát ténylegesen szovjet gépek bombázták, azonban nem szándékosan. Fontos megemlíteni, hogy azért, mert egy országot egy bombatámadás ér, azért nem kell hadat üzenni. schaffhausen is például bombázta az amerikai, illetve angol légierő, de Svájc nem üzent hadat Angliának és Amerikának. De hát Magyarország se üzent hadat Jugoszláviának akkor, amikor 1941. április 6-a és április 11-e között minimum 42 repülőgép minimum 14 alkalommal bombázott magyar településeket. Tehát a magyar kormány lenyelte a békát, és nem üzent hadat. Pontosan azért, mert tisztában volt azzal, hogy amennyiben ezt megteszi, abban az esetben ezzel saját magának súlyos politikai kárt okoz. Ezzel arra is kívántam utalni, hogy az, hogy itt ez a hadüzenet megtörtént, ez azért történt, hogy Bárdossi ezt aztán összeroskadva három óra után, amikor Ulein Revicki Antal sajtófőnökkel találkozik, Bárdossi azt mondja, hogy mivel a kormányzó és a vezérkörfőnök azt akarja elhinni, hogy ezek szovjet gépek voltak, ezért szovjet gépek voltak, és ezt én és nem tudtam más tenni, és az a Ulein revitski Antal aztán azt írja le, hogy nem, nem, akarom elhinni, hogy, hogy egy ország öt perc alatt be tud sordódni egy világháborúba, és ezt, ezt követően értettem ezt meg. És az öt perc azért is érdekes, mert hogy hasonlítsuk ezt az egész döntéshozatali gyorsaságot össze azzal, meddig tartott dönteni a második bécsi döntés előtt, az első bécsi döntés előtt, vagy meddig tartott dönteni a politikának 1914. júliusában a trónörökös meggyilkolása után. Az első világháború esetében a döntési folyamat egy hónapig tartott. Egy hónapig gondolkoztak azon, hogy mibe kerül az, hogyha kitör ez a háború. Tehát mindent meggondoltam és mindent megfontoltam, ugyan egy tévedés volt, de annyiból mégiscsak van egy Súlyos igazsága, hogy gondolkozni gondolkoztak rajta. Itt viszont nem is gondolkoztak. Hasonlóan az említett szerb katonatisztekhez, akik szerintem szintén nem gondolkodtak semmit se 1941. április, de március 26-án. Bárdosi László ebben a helyzetben tehetetlen volt, ugyanis a kormányzói jogkör úgy rendelkezett, hogy közvetlen fenyegető veszély esetén a kormányzó jogosult a parlament utólagos tájékoztatása mellette adi állapot deklarálására. Ez azért érdekes, mert egy lehetősége mégis lett volna Bárdosi Lászlónak az, hogyha felhívja a kormányzó figyelmét arra, hogy a veszély az nem közvetlen és nem fenyegető, de ebben az esetben meg kellett volna hazudtolni a Horti Miklóst. Ez egész egyszerűen Bárdosi, aki Pályafutását egy kis hivatalnokként kezdte, benne nem volt -e ez meg a kellő mennyiségű politikai puvoár. Ezt nem vállalhatta fel, hogy a saját államfőjét hazudtolja meg, sőt, az érdekes aztán később az, hogy, hogy 46-ban is mindent megtett annak érdekében, hogy horti Miklós mentesítse a felelősség akár saját élete árán is. Az a terminológiai vita, ami a magyar tudományosságban Sokszor lezajlott már, hogy most volt-e hadüzenet, vagy csak hadi állapot beállása. Ezt alapvetően Szakály Sándor ö, szokta ö, felvetni, és két kifejezés természetesen különbözik, mert nem volt hadüzenet, hadi állapot bevállása volt, azonban ez a terminológiai vita annyiból értelmetlen, hogy arról is dönteni kellett valakinek, hogy beállt a hadi állapot, pontosan úgy, mint ahogy a hadüzenetről. Viszont ez a hadi állapot beállott, ez egy -e nagyon semleges kifejezés. Már a 1920-as törvénycikk létrehozói is arra kívántak utalni, akkor áll be a hadi állapot, ha nem mi üzenünk hazad, hanem igazából más támad meg bennünket. És mindezt úgy teszi, hogy nem üzeni ezt meg, hanem rajta ütésszerűen rohanja le az országot. Ez 1941-ben egyáltalán nem valósult meg. És éppen ezért, hogyha valakit ö, ö, arra kíváncsi, hogy ö, mi történt, valójában, igazából, még ha nem is volt papíron hadüzenet, a hadi állapot beállásának deklarálása igazából tartalmilag a hadüzenettel egyenértékű kérdés. Horti esetében pedig ez azért nagyon izgalmas, mert ez se eleve elrendeltetett. 1941. június 22-én először ő ír egy frázisokkal teli levelet Adolf Hitlernek, majd elmegy lovas később pedig elvonul kenderesre. Azt nem tudom megállapítani, hogy ezt ő magától tette, vagy pedig a környezetében volt valaki annyira bölcs, hogy így kivonta őt a forgalomból. Minden esetre a német követség se tudta horti Miklós sokáig elérni, aztán azonban két tábornok, a honvédvezérkar főnöke és a honvédelmi miniszter kenderesen meglátogatta, elérte, és ott megpróbálták Hortit, hát ha nem is megzsarolni, de azt mondták, hogy mindenképp most be kell lépni ebbe a háborúba, ezt nem lehet csinálni, hogy nem veszünk részt, mert hogy lehet, hogy a Magyarországon esetleg fel is lázadhat a, a, a katonatiszteken belül egy csoport, és hogy ez egy tűrhetetlen dolog, és Horti azt mondta, hogy már pedig nem. Tehát volt még június 24-én is benne annyi, hogy is mondjam, politikai érettség, hogy nem ezt tudott mondani ezekre az ötletekre, azonban június 26-án részben azért feltettő, mert Werth Henrik dip diplomáciailag, pontosabban pszichológiailag jól tudta csomagolni ezt az atrocitást részbe, azért, mert hogy Horti Miklós azért nem a legélesebb kés volt a fiókban, fogalmazzunk így, és kezdettől fogva mélyen gyűlölte a kommunizmust, ami még egyébként egy szimpatikus vonása is lehetne. Minden esetre ebből adódóan egy gyomorból hozott egy olyan reakciót, amire igazából se joga nem lett volna, és az országot pedig egy politikai katasztrófába vitte. Ami érdekes, hogy Bárdassi még ezután is megpróbál kármentési kísérleteket tenni. Például megpróbálja elérni, hogy az egész úgy jelenjen meg, hogy Magyarország ebbe a dologba csak minimális erőkkel vesz részt, és igazából csak szimbolikusan. Tehát, hogy valamit még mindig értett, még ezek után is, hogy ez a történet ez nem a mi háborunk. De hát utána még volt még két hadi állapot, nevezetesen Nagy-Britannia és az USA. És akkor itt már tényleg az előadásom végéhez közeledek. Ennek a két országnak a hadüzenetei érdemileg túlságosan sokat nem jelentettek. Jellemző, hogy Nagy-Britannia végül is a jugoszláv ügy után bár hadat üzenhetett volna, de ezt nem tette meg. Sőt, 1941. június 27-e után végképp hadat kellett volna üzenjen, azonban ezt egészen novemberig nem tette meg, mert ugye a brit politikán belül elég erősek voltak azok a csoportok, akik azt mondták, hogy azért a magyar helyzetet is meg kell érteni, ezek ki vannak szolgáltatva a németeknek, és türelmesnek kell lenni velük szemben, hiszen tudjuk, hogy alapvetően velünk nem ellenségesek. Azonban Stalin tűrhetetlennek tartotta azt, hogy Nagy-Britannia nincs hadi állapotban, ragad, pontosan a szövetségesek egységessége miatt, és ezért a, alapvetően szovjet nyomásra végül Nagy-Britannia december 6-án hadat üzen Magyarországnak. Egy nappal később pedig a japán katonai agresszió miatt ugye a második világháború palettája teljessé válik. Felmerül az, hogy itt most mi történik az usa -val. És az USA kapcsán, mert hogy Németország természetesen azonnal csatlakozott Japán mellé, és hadat üzent az Amerikai Egyesült Államoknak, és a minisztertanács arra gondolt, hogy ezt meg lehet úszni azzal, hogyha megállapítjuk azt, hogy szolidárisak vagyunk a tengerhatalmakkal, azonban a német külügy viszont ezt keveselte, és megmondták Kerekperc Bárdosi Lászlónak, hogy szükségesnek tartják a magyar kormány részéről a hadi állapot beállásának hivatalos bejelentését. Bárdosi ezek után próbált tanácskozni a külügy három vezetőjével, Szent Miklós Jandorral, Gici Jenővel, illetve Ulajn Revicki Antallal, a külügyminiszter állandó helyettese, a politikai osztály vezetője és a sajtófőnök. Mind a azt mondták neki, hogy a háromhatalmi paktum alapján alapvetően Magyarország nem volna köteles hadat üzenni az amerikai Egyesült Államoknak. És amikor Bárdosi Herbert Pell a budapesti követtel, amerikai budapesti követtel beszélt, az első verziónál, tehát a szolidaritásnál Pell vissza is kérdezett, hogy ez hadüzenetet jelente, amire Bárdosi azt mondta, hogy nem. Majd, miután Erdmannsdorf követelte azt, hogy legyen hadüzenet, és Bárdossi a három uh, tanácsadója dacára úgy érezte, hogy mégis neki hadat kell üzenni, fel kellett hívni a Pelt, és mondja, hát sajnos mégis hadüzenet az, amit az előbb önöknek küldtünk, amire Pel visszakérdezett, pontosabban azt felelte, hogy ő, ő biztosabban, hogy ez nem a magyar népnek a, az óhaja, hanem, hanem a magyar kormány egy nagyon súlyos és nehéz nyomás alatt áll, ami miatt erre kényszerül. Ez végül is egy magánbeszélgetés, amit ők folytattak, tehát ez még teljesen intim szituáció, amit Bárdosi teljesen félreértett, megsértődött, és kifejezte azt, hogy ő egy teljesen szuverén politikus, aki és Magyarország is teljesen szuverén állapotban dönt most úgy, hogy ezt a lépést megtegye. És ezzel azt az aranyhidat, amire az előző szlájdban is próbáltam utalni, képes volt saját maga felrúgni, ami nem azért érdekes, mert ennek bármi gyakorlati jelentősége lett volna, nem volt. Tehát az USA csak egy fél évvel később tárgyalja aztán az amerikai kongresszus ezt a történetet, és van is egy ilyen anekdota a Csánó naplójában. A Csánó ugye az olasz... Fasiszta párton belül egy nagyon fontos politikus és a magyar érdekeknek egyébként egy nagyon értő tolmácsolója volt, és a Napoljában ír egy ilyen ez fiktív beszélgetést az amerikai külügyi hivatal és egy magyar diplomata között, amikor a külügyi hivatal megkapja a hadüzenetet, megkérdezi a, a magyar félt, hogy Magyarország, Magyarország királyság. Igen, és aki a királyát, a király nincs, csak admirális van, aki a kormányzó. Igen, és van tengerük? Nem, az, az nincsen. És akkor van területi követelésük az usa szemben? Nincs. Nagy-Britanniával szemben? Nincs. Franciaországgal szemben? Nincs. Kivel szemben van területi követelésük? Hát Romániával szemben. És akkor miért nem Romániát támadták meg? Hát a Románia a szövetségesünk. <laughs> Ugye nem tudjuk, nem tudjuk, hogy ez a beszélgetés valójában megtörtént, valószínű nem, de a Sino Vero e Bene Trovato nem is igaz, de jól van mondva mondást, mindenképp Jól illusztrálja, és hozzáteszem, hogy Csánó szegény, 1941. június 26-án még mit sem tudva a, a Kassai incidensről, azt a levelet írja Bárdosi Lászlónak, hogy a magyar politika lehető legjobban kezeli ezt a helyzetet, mert hogy Csánó saját maga se kívánt részt venni ebben a szovjet buliban, hogy így fogalmazzak, ugyanis értelmetlennek tartotta. Magyarán, Uh, arra a bölcsességre, hogy ez nem a mi háborunk, Bárdosi Lászlón kívül más is rájött. És, uh, és akkor érdekes az, hogy mit mond erről Bárdosi László aztán 1946-ban a Nébíróság előtt, tudja, hogy őt úgyis halára fogják ítélni és kivégzik, mert hogy ő a horti rendszer helyett áll igazában uh, a, várlottak padján. Az fő bérvei azok voltak, hogy hát június 27-e csak folytatása volt annak, amit korábban tettek, hogy a Szovjetuniónak területi követelései voltak Magyarországgal szemben, hogy további területek megszerzésének reményében kellett vállalni, és hogyha Magyarország németernes politikát folytattak, akkor megszállták volna az országot, illetve hatalmra jutották, juttatták volna a szélső, bot, szélső, jobbot. Érdemes megnézni az érveket, amikből Többet saját maga a Bárdasi László cáfolt meg korábban, amikor Vert Hendrikkel levelezett, mert hogy egyáltalán nem a folytatással a korábbi politikának, ami történt. A szovjet területi követelések nem játszottak semmiféle szerepet ebbe a sztoriba, mert a kárpátaljai ügy, mint Topik, az nem igazán jelent meg túlságosan harsányan, vagy ha megjelent, mert Stalin egyszer utalt rá pont a Másoknak nem fogjuk kikaparni a, kez, a, a gesztenyét a tűzből, kontextusba utalt rá, hogy ő Kárpátaljáért, pontosabban Kárpát-Ukrajnáért nem fog háborúba bocsátkozni. És Bárdosi László az, aki azt világosan leszögezte Werthendiknek, hogy nincs értelme további területek megszerzésének reményében bármit is tenni. Az utolsó két érv az valamivel erősebb. Tehát, hogyha Magyarország németellenes politikát folytat, akkor megszállják az országot, illetve a juttatják a szélsőbalt. Bizonyos mértékig ez mérhető. Onnan nézhetjük, hogy mikor válik a magyar katonai és gazdasági részvétel a német fél számára ebben a háborúban kikerülhetetlenné. Gazdasági oldalról a magyar iparnak a hozzájárulása a német hadiparhoz már 1942-ben nagyon jelentős volt. 1943-ban kifejezetten fokozódott, itt csak utalnék arra, hogy a repülőgép gyártás terén Magyarország motoroknak egy nagyon komoly beszállítója volt, illetve Magyarország igen nagy tételbe gyártott tüzérségi és gyalogsági lőszert is. Ha viszont katonailag nézzük, akkor katonailag a magyar szerepvállalás 1944-ig nem volt potolhatatlan. A második magyar hadsereg kérdése nem osztott vagy szorzott olyan borzasztóan sokat. Nem tudjuk a választ arra, hogy mikor, mikor tört volna el a, 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 valami, mikor szakadt volna el a németeknek a türelme, de az biztos, hogy a magyar háborús hozzájárulásnak egészen 1944-ig a gazdasági része volt a fontosabb, és ha ezt nézzük, a gazdasági hozzájárulást megkaphatták anélkül is, hogy Magyarország a Szovjetuniónak hadat üzen. Bulgária nem üzent hadat a Szovjetuniónak, ennek ellenére még királytigriseket is számított egyébként neki a német fél. Tehát van példa arra, hogy valaki megúszta ezt a háborút, ez más kérdés, és semmit se változtatott Bulgária 45 utáni sorsán. Az az viszont, hogy a németek hatamra juttatják a szélsőjobb oldalt, ez egy reális érv, annyiból, hogy erre volt igény. A magyar parlamentarizmus kezdettől fogva súlyosan születési hibás volt, annyiból, hogy az 1939-es választáson pont annak a rendkívül eldurvuló, elképesztően demagóg hangulata miatt olyan erőket vitt be a magyar országgyűlésbe, akik nem voltak beszámíthatóak. Kállai Miklós miniszterelnök, amikor először találkozik 1942-ben a saját frakciójával, azt veti papírra ezek után, hogy és ott kellett meglátnom, hogy ettől kezdve én ezek előtt az emberek előtt egy őszinte szót se szólhatok. Ugyanis a saját frakciója olyan emberekből állt, akik 99 ban biztosak voltak a németek 100%-os győzelmében, sőt, ami ennél is sokkal rosszabb, ezt nem érezték problémának. Még Kállai Miklós, egy, mégiscsak egy konzervatívabb gondolkodású magyar ember, volt annyi egészséges életösztöne, hogy tudja, hogy egy totális német győzelem, egy Pax Germanica, az egész egyszerűen nem lehet magyar érdek. És ebből adódóan abba biztosak lehetünk, hogy a német politikának komoly mozgástere lett volna arra, hogy adott esetben a magyar parlamenten belül vagy a parlamenten kívül keverje a kártyákat, és hogyha az adott magyar kormányzat nem szolgálja őket ki a legteljesebb mértékben, akkor hatalomra juttathatta volna a saját embereit is. De, és ez a lényeg, azt is látnunk kell, hogy a magyar katonai részvétel egész egyszerűen 1944-ig nem volt annyira fontos. És 1944-ig is elég sok ember ebbe a történetbe belehalt, akikért a magyar politika felelős. És végül zárásként az értékelési kísérlet egy olyan pozícióból, amelyik megpróbálja ezt az egészet teljesen függetlenül attól nézni, hogy milyen, milyen értékeket tekintünk sajátunknak. A magyar politika egyértelműen túlzott célokat tűzött maga elé kezdettől fogva ezeken a célokon rás revízió. Akkor sem módosított, amikor kiderült, hogy követeléseit egyik oldal se támogatja. Olyan időszakban sürgette a revíziót, ami nem volt, amikor nem volt és nem is lehetett meggyőződve annak a tartóságáról. Végül pedig a terület ö, ö, felzés fejében olyan eszmék szolgáltába szegődött, amelyekkel maga sem értett egyet. És utolsó sorban pedig Mindezzel úgy lépett be aktív szereplőként a háborúba, hogy eszköztelen volt, és több volt a biztos ellensége, mint bizonytalan szövetségese. Köszönöm szépen a figyelmüket!